újra lesz helyi járat, megegyezett a Pannonvolán és Komló. Páva Zsolt a Fidesz polgármester jelöltje, meghatározták az egyéni jelölteket és kész a lista is. A vízminősége kiváló, zöld utat kaptak a strandolók. Élhető várost álmodtak a gyerekek, környezettudatos nevelés Kertvárosban. Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió pénteki híradóját látják. A Komlónak kedvező tavaly júniusi bírósági ítélet után sikerült megegyezni a város vezetésének a Dunántúli Közlekedési Központ ZRT Leány Társaságával, a Pannonvolán ZRT-vel a helyi jártó busz közlekedés finanszírozásáról. Az új rendszerben fiatalabb buszok járják majd a várost, és az önkormányzat terhei is csökkennek. Itt kötöttünk egy olyan megállapodást erre az időszakra, hogy Komlóváros önkormányzata 130 millió forintot meg fog téríteni ezekből a költségekből abban az esetben, hogyha az önkormányzat hozzájut ehhez a forráshoz az államtól, a korábbi nevén önkiki, most pedig önkormányzatok működési kiegészítő támogatása pályázatból. De addig is, hogy a szándékunk komolyságát bizonyítsuk, május végén átutaltunk 5 millió forintot, és minden hónapban októberig további 1-1 millió forintot utalunk előlegként. Külhoni energiaügynökségek és egyetemek munkatársai ismerkedtek csütörtökön a Pécs határában épülő biogáz erőművel, írja a Pécsi Napilap. A bejárásra egy éppen mozzárult másik energiahasznosítási projekt keretében került sor. A pályázati program a Manergy nevet viseli, 3 éven át zajlik és közép-európai országokat fed le. A Manergy munkatársai településeknek készítettek már akcióterveket, segítségül azok saját energiakoncepcióinak kialakításához. Amint az ismert, a pécsi biogázüzem építés munkálatainak befejezését nyárra, a próbaüzem lezárását az év végére tervezik. A majdani erőmű a pécsi szennyvízkezelés befejező eleme, írja a portál. Számos új jelöltet indít a Fidesz az őszi önkormányzati választásokon, ezt Hopál Péter, a párt pécsi elnöke mondta pénteken reggel. Csütörtök este meghatározták a polgármester jelöltet, az egyéni jelölteket és az önkormányzati választásokra vonatkozó listát is a Fidesz pécsi tagságával közösen. Összesen 130 párttag vett részt a jelöléseken. Polgármesternek Páva Zsoltot jelölték, más jelöltre nem is érkezett ajánlás. Hopál Péter ismertette a 19 önkormányzati körzetben indulók névsorát is, 7 nő szerepel a listán. Hopál Péter azt mondta, a Fidesz áttekintette a szövetségi politikát, és úgy látják legeredményesebbnek a választásokat, ha külön kompenzációs listán indulnak jelöltjeik és szövetségesük az Összefogás Pécsért Egyesület politikusai. Az alpolgármesterekről a választások után döntenek. Az ülés utolsó napirendi pontjaként Páva Zsolt ismertette a Fidesz 24 főből álló listáját, melynek első 5 helyére a Fidesz elnökségének egy tagja, a KDNP, valamint a Nemzeti Fórum helyi vezetője és a civilek képviselői kerültek. A lista első 5 helye, amely úgy néz ki, hogy az első helyen dr. Páva Zsolt szerepel a Fidesz-KDNP lista vezetőjeként. A második helyen Decsi István, a Fidesz pécsi alelnöke szerepel, frakcióvezető helyettes. A harmadik helyen dr. Őri László, a Nemzeti Fórum elnöke szerepel. A negyedik helyen Oszoli Dénes, a Kereszténydemokrata Néppárt pécsi elnöke szerepel. És az ötödik helyen pedig Stojkovics Éva, kosárlabdázó, többszörös bajnok, aki a civil világnak az emblematikus képviselője Pécs városában. Így tehát az első 5 helyen ők szerepelnek. Még a poszt megnyitója előtt kórházba kellett szállítani Böhm Györgyöt. A Jászai Mari díjas rendező még napközben az Én és a kisöccsém című operett előadást próbálta, mikor azt vette észre, hogy kollégái kevésbé az instrukcióira, mint inkább az egyre dagadó karjára figyelnek. Délutánra már duplája volt a felkarja. A 60 éves rendezőt ezért a sürgőségi osztályra kellett szállítani. A válasz.hu portálnak elmondta, egy rovarcsípésre reagált így, bár eddig sejtése sem volt arról, hogy bármire is allergiás lenne. Mint mondta, rendkívül hálás a kórházi dolgozóknak, amiért ilyen hamar és profin ellátták, így meg tudta tartani a főpróbát is, és ezek után nagy sikerrel a zsúfoltságig megtelt pécsi színház téren megnyitották a találkozót. Elkezdődött a strandszezon,
újra élettel telt meg az Orfűi Szabadstrand. Baranya megyében az Abaligeti, a Pécsi tó és az Orfűi tóvize is megkapta a hatósági engedélyt, vagyis alkalmas a fürdőzésre. Ezek a fiatalok Barcsról jöttek Orfűre osztálykirándulásra, idén először strandolnak. Milyen a víz? Jó, hát hideg. Jó, az elején hideg, de utána már egyre jobb. Volt olyan, aki a hűvös ellenére már hetekkel ezelőtt is megmártózott a tóban. Gyereknap utáni hétfő délután volt az, hogy itt belementem, és a szomjas, az akvaparkkal szemben van a kajakkenu klub. Oda, meg vissza. Az így összesen 2 óra. Péntek délelőtt újra megtelt élettel a szabad strand, aki hűvösnek találta a vizet, az a parton napozott, vagy az árnyékban pihent. A vízi biciklik is üzemelnek már Orfűn. Le is akarunk menni, csak még gyűjtjük az erőt hozzá. De szerintem jó a víz, vagy elnézem a többieket, nagyon élvezik a strandot. Baranya megyében 3 természetes tavat lehet fürdőzésre használni. Az egyik az Abaligeti, a másik a Pécsi tó és az Orfűi tavon van kijelölt fürdőhely. Mindegyik megkapta a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervétől az engedélyt, hogy alkalmas fürdésre. Ez azt jelenti, hogy laboratóriumi vizsgálattal igazoltan megfelelő a vízminőségük, illetve az egyéb közegészségügyi feltételek is megvannak. Az elmúlt hetekben a medencés fürdőket is vizsgálta a tiszti orvosi szolgálat, kivétel nélkül mindegyik megkapta június elején a nyitási engedélyt, kivéve a hullámfürdő szabadtéri strandja, az felújítás miatt csak később nyit ki. Jövő csütörtökön átadják a felújított kis hidat, ami a Kertvárost a Verseny utcával átkötő bicikli úton van. Folyamatosan panaszkodnak az arra járók, hogy életveszélyes a kis híd. A milliós nagyságrendű beruházás egyik felét a Pécsi Önkormányzat, másik felét a Biocom Kft. Állta. Miután a fa szerkezet elemeivel elkészültek az asztalos üzemben, megkezdődött az újjáépítés. A lezárás időtartama alatt a Biocom szakemberei elbontották a régi elkorhadt favázat és felépítették az új fa szerkezetet. Június 12-ére minden munkafolyamat befejeződik, akkor Páva Zsolt polgármester adja át a hidat. Milyen legyen egy fenntartható életű város, hogyan óvhatjuk környezetünket? Ezekre a kérdésekre kaptak választ a Kertvárosi Általános Iskolások az Ökosuli keretében. A féléves program pénteken zárult, összesen 2000 gyermek vett részt a környezettudatos nevelési programban. Növények vagy napkollektorok az épületek tetején, a házak mellett szélerőművek. Általános iskolások építették ezeket a dobozvárosokat. Köztük volt az első osztályos Babett is. A környezettudatos nevelésre oktatták a gyerekeket ebben a programban. Azt tanultuk, hogy nem szabad szemetelni, és nem szabad rálépni a virágokra, és nem szabad leszedni. Egy sorozat ért véget pénteken az Ánykában. Itt állították ki az iskolások dobozvárosait. Volt egy ökosuli túránk itt egész fél éven keresztül, kiállításokat szerveztünk. A gyerekek jöttek, mentek itt a Kertvárosban iskoláról iskolára, mert hogy minden iskolában volt egy kiállításunk egy pár hétig. Több témában, energia, közlekedés, víz, hulladék témáját hoztuk a gyerekeknek, és interaktív formában próbáltuk ezt feldolgozni, újszerűen, úgy, ahogy ezt nem szokták ők esetleg a tanórákon. A gyerekek tudását kérdésekkel tesztelték. A legjobban teljesítő osztály kiránduláson vehet majd részt. A dobozváros kialakításánál azt kérték a gyerekektől, hogy egy fenntartható, élhető várost képzeljenek el és alkossanak meg. Egyébként az Ökosuli programban 2000 általános iskolás gyerek vett részt Kertvárosból, az elsősöktől egészen a 8-osokig. Befejezték a nyomozást a NAV Dél-Dunántúli regionális bűnügyi igazgatóságának pénzügyi nyomozói egy baranyai cégláncolat ügyében. Az elkövetők 100 milliós nagyságrendben károsították meg a költségvetést. Több éven át működtek a társaságok szinte kizárólag valótlan gazdasági tevékenységen alapuló bevételek segítségével, írja Bama. A nyomozás során derült ki, hogy a cégek bevételének mintegy 90%-a valótlan tartalmú számlákon alapul. Az ügyben 4 gyanúsított van, Kozár Mislenyi és Pécsi lakosok, egy testvér és egy házaspár, akár 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság, írja a lap. Egy 4-kerekű helyett elfér 10 2-kerekű is, erre hívja fel a figyelmet az egészségtudományi kar az új forma bontó kerékpár támaszaival. Ezekből 2-t is kiépítettek, és a kar hallgatói már igénybe is vették. Az ötletet a városvezetés is támogatta, úgyhogy a területet átadta az egyetemnek.
Kerékpárjával érkezik Ramona, miután leszállt, letámasztja a két kerekűjét. Előkerül a kulcscsomó is, majd gondosan lezárja vele szeretett bicikliét. Ramona kedvelt közlekedési eszközét most egy új helyen lakatolta le. Eddig nem tudtam, hogy itt van, de nagyon ötletesnek találom, és legközelebb biztos használnám, hogyha erre járnék. Van egy másik helyszín is, az egészségtudományi kar másik épülete mellett. Ők építették a két biciklitámaszt. Mindegyik állomás egy autónyi helyet foglal el, ezzel hívja fel a kar a figyelmet a környezetvédelemre és a helytakarékosságra. Szemből nézve egy autó alakja tűnik fel, ami jól szemlélteti, hogy egy négykerekű helyén 10 kétkerekű fér el. Kerestük az egészségtudományi kar illetékeseit is, de a projektjükről nem nyilatkoztak. Úgy tudjuk egyébként, hogy az önkormányzat is támogatta a kart a helyszín biztosításával. Életfogytiglan, illetve 12 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi törvényszék pénteken nem jogerősen azt a férfit és élettársát, aki 2 évvel ezelőtt meggyilkolta egy asszonyt a Baranya megyei Regenyén. A bűncselekmény 2012. június 4-én történt. Nikolics Sándor élettársa Bogdán Zsoltné jelenlétében egy présházban szóváltást követően támadt rá a velük gyakran italozó áldozatra. Az asszonyt 20-25 percen keresztül ütötte, rúgta, feszítő vassal ütlegelte, majd Bogdáné segítségével egy ciszternába dobta, ahol megfulladt. Nikolics Sándor tartva attól, hogy a büntet kiderül, a holtestet másnap a ciszternából kiemelte, nehezékeket tett rá, szőnyegbe csavarta, kerékpárral egy másik telekre vitte, és az ahhoz tartozó ciszternába dobta, melybe gázolajat öntött, hogy elfedje a kellemetlen szagokat. A holtestennek ellenére megtalálta az elhunyt asszony testvére. A bíróság Antal Gábor vezette tanácsa Nikolics Sándort különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés miatt tettesként, élettársát bűnsegédként marasztalt el, de a vádlottakat emellett kifosztásban is bűnösnek mondta ki, amiért elvették áldozatuk értékeit. Az ügyész eltérő minősítésért és súlyosbításért a vádlottak és védőik enyhítésért fellebeztek, így az ügy a pécsi ítélőtáblán folytatódik. Gázcső tetejének ütközött egy autó a 6-os főút Makai István úti szakaszán Pécsett péntek délelőtt. A sofőr az ütközés után elhajtott a helyszínről. A vezeték helyreállításáig az érintett lakóházban nem lesz gáz, azonban a környéken nem kell szüneteltetni a szolgáltatást. Az esethez katasztrófavédőket riasztottak. Egy kis teherautó letarolta az egyik cserkúti családi ház bevezető gázcsontját ma reggel 9 óra környékén. A helyszínre a gázszolgáltató szakemberei mellett a pécsi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek. A munkálatok ideje alatt egy védősugárral biztosították a helyszínt. A közvetlen környezetben nem mértek magas gázkoncentrációt, ezért lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Nettó 200 000 forint nyomravezetői díjat tűzött ki a Baranya megyei rendőrfőkapitányság vezetője. A rendelkezésre álló adatok szerint május 18-án éjfél és 3 óra közötti időben a 6601-es számú út 27. kilométer szervényénél halálos közúti közlekedési baleset történt, melynek során egy feltehetően Cserdi felől Szentlőrinc irányába közlekedő jármű az úttest jobboldali forgalmi sávjában fekvő személyen áthajtott, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül távozott. A baleset következtében a férfi a helyszínen életét vesztette. A rendőrség kéri, hogy aki látta a gyalogosan közlekedő férfit, vagy szemtanúja volt a fenti esetnek, a balesettel, az okozó gépjárművel, illetve az okozóval kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, az jelentkezzen a rendőrségen. Tolnai Somogy megye híreivel folytatjuk. 4 hónapnyi várakozás után csütörtökön végre megnyitották a 7-es főút Fonyódi partfal alatti szakaszát. A több órás helyszíni bejárást követően a geológus szakember véleménye alapján rendelték el az útzár feloldását. A partfalomlás veszély azonban nem hárult el véglegesen. A szakértő szerint elsősorban a növényzetet kell lecserélni és megújítani. Polgári engedetlenséggel vagy polgármesteri engedetlenséggel nevezzék, amit akarják. El fogjuk vinni a táblákat, mert indokolatlan az útszakasznak a lezárása. A reggeli megbeszélés még parás hangulatban telt Fonyódon. Hidvégi József polgármester megelégelte, hogy több hónapja le van zárva a 7-es főút Fonyódi szakasza. Az utat nyissuk meg, mert a város számára elfogadhatatlan. Jön a szezon.
Ha pedig lezárva marad a hetes út, akkor a turisták elkerülik Fonyódot, ez pedig hatalmas bevételkiesés a városnak. Hidvégi József ezért közös bejárásra hívta a hatóságokat és a geológus szakértőt. Ha egyszerre száll le, akkor a hetes út ki tud jönni az omlevét. Nem akad az egész De ez egyben nem fog, egyben nem fog érkezni. A pécsi bányakapitányság és a katasztrófa védelem szakembereivel tartott közös bejárás után a geológus szakértő véleményére alapozva az illetékes hatóság is áldását adta az út megnyitására. A magyar közútkezelő munkatársai és Fonyód polgármesterek közösen oldották fel a 4 hónapja tartó útzárat az autósok legnagyobb örömére, akik azonnal birtokba vették a hetes főút fonyódi partfal alatti részét. Nem romlott a magaspart állapota, változatlanul azok a kis omlásos események zajlanak a területen, mindennaposak voltak és lesznek is a jövőben is. Olyan nagy kiterjedésű mozgás, mint a tavalyi novemberében volt az a sárfolyásos csúszás, annak előjele nem mutatkozik a területen, tehát nincs közvetlen veszélyeztetettsége a 7-es számú főútnak jelenleg. Ennek ellenére Fonyód városa úgy döntött, hogy figyelemmel kíséri, van-e mozgása a fonyódi magaspartnál. Ha be akarjuk tartani a szabályokat, akkor is szabálysértést követünk el. A KRESZ egy nemrégiben született kúria döntés is alátámasztja, hogy a gépjármű vezetője kézben tartott mobiltelefont nem használhat. Az érintő képernyős készülékek megérintése is tilos, pedig a GPS eszközök éppen a vezetés közbeni tájékozódást segítenék, de működésükhöz meg kellene érinteni őket. E szabály értelmében a budapesti taxisok zömét meg lehetne büntetni, így joggal merül fel a kérdés, nem a szabállyal van-e a baj. A rendőrség ezekben a napokban fokozottan figyeli a mobiltelefonok használatát. A kúriának egy közelmúltban hozott döntése szerint az is szabálytalanságot követel, aki szeretné betartani a szabályt. Egy autóst ugyanis azért büntettek meg a rendőrök 50 000 forintra, mert egyetlen gombnyomással kinyomta a beérkezett hívást. Nem volt kihangosítója, nem volt fülhallgatója, és nem akart szabálytalankodni, kézben tartott mobillal telefonálni. Kérdés persze, hogy a gépjárművezető figyelmét mennyire vonja el a telefonálás. Néha tényleg olyan szituációkban kell használni a telefont, amikor óhatatlanul az embernek tényleg szüksége van rá. Hát igyekszem gyorsan megoldani a helyzetet. Számos tevékenységet végzünk vezetés közben, eszünk, iszunk, rádióállomást váltunk a műszerfalon. Bizonyos mértékig ezek is elterelik a figyelmet, mégsem büntetendők. A telefon vagy a GPS használata azonban szabálysértő. Sokak szerint a törvény túl szigorú és nem életszerű. Hát picit túlzottnak érzem, azért ennyire szerintem nem veszélyes ez a helyzet. Zenét szoktál hallgatni a vezetés közben? Igen, abszolút. És ez nem vonja a figyelmet? Nem. Sokan pedig esznek, isznak vezetés közben egy-egy hosszú úton. Engem legalábbis biztos, hogy nem zavar, miközben egy kortyot iszok az üdítőmből, vagy eszek. A KRESZ vonatkozó jogszabálya értelmében a taxisok sem használhatnák a munkájukhoz szükséges navigációs és helymeghatározó eszközöket. Horváth Csaba, a Budapest Taxi ügyvezetője szerint ez képtelenség. A fővárosban ma már szinte nem is közlekednek úgy a taxisofőrök, hogy ne lenne náluk valamilyen navigációs eszköz. Szerettük volna megkérdezni az ORFK-t is erről a felemás gyakorlatról, de 3 napon keresztül hiába vártuk, nem kaptunk választ. Megkérdeztük volna azt is, hogy szerintük kevésbé veszélyese egy üdítős palackból inni, vagy szendvicset enni, mint egyetlen érintéssel felvenni, vagy kinyomni a telefont. Lázár János a miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt szerint tudományos publikációk bizonyítják, hogy megéri Magyarországnak bővíteni a paksi atomerőművet. A kormánypárti politikus a Magyar Tudományos Akadémia munkabizottságai által is alátámasztott tényeknek nevezte, hogy Magyarországnak és Európának is megéri Paks 2 megépítése, és erről szerinte képesek is lesznek meggyőzni az Európai Bizottságot. Lázár elmondta, be fogják mutatni azokat a számokat, amelyek a beruházás megtérülését és az olcsó energia garanciáját jelentik. Szerinte Magyarország rövid időn belül elveszíti versenyképességét, ha iparának és mezőgazdaságának nem lesz olcsó energiája. Az enyhe tél miatt az egész országban elszaporodtak a mezei pockok. Tolna megye egyes területein csak az őszi búza állományban 25-60% közötti a gazdák ára. A legnagyobb problémát az okozza, hogy csak pár napja kapták meg az engedélyt, hogy védekezzenek a kártevők ellen. 80-90%-os kár van. Richter József árpájában ekkora kárt okozott a mezei pocok.
Azt mondja, áprilisban még nagyon szép volt a tábla, akkor 7 tonna termésre számítottak. Május közepén ismét megnézték a gabonát, akkor már foltokban hiányoztak szálak. Először azt gondolták, hogy valamilyen búzabetegség pusztít a táblákban, majd tüzetesebben is megvizsgálták. A pockok teljes tarrágást végeztek és lyukakat fúrtak a földbe. A kalászosokban 18 járat is lehet 100 négyzetméteren. Egy, kettő, hát ezt aztán itt végig lehet látni egy-egy birodalmat. Richter József több hektáron is gazdálkodik, nem csak árpát, hanem búzát is vetett. A pockok miatt itt azt mondja, itt a, egy területnek a 90%-a kilent, ez 1,2 hektár. Árpa, akkor van egy 6,5 hektáros árpa, ott nincs ilyen kár, ott a 30%-os kár van, és van 40 hektár buza. Hát a buzában vannak, ott is van átlag 30-35%-os kár. Az Európai Unió tiltja azon szerek használatát, amivel a gazdák védekezhettek volna a pockok ellen. A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság felmérte a károkat és úgy döntött, egy bizonyos szer használatát annak ellenére engedélyezi, hogy az csak a téli időszakban megengedett. Ezt a lehetőséget viszonylag későn, pár napja kapták meg a gazdák. Most a hatóságunk felmérte a károk lehetőségét, és az országban a déli megyékre ezt a szükséghelyzeti engedélyt a Redentinél lehetővé tette, hogy állománykezelésbe használják a gazdák. 90% az engedélyezéseknek őszi búzában van. Az őszi búza állományban 25-60% közötti a gazdák kára, de a pockok pusztítottak a repcében, az árpában és a lucernákban is. Tolna megyében a legtöbb kárt Decsen, Bátán és Őcsényben okozta a mezei pockok. 14 év után június közepén újra megrendezik Szekszárdon a Csörgetavi Rock Fesztivált. Ezt Horváth István, a város polgármestere és a program szervezői közös sajtótájékoztatón jelentették be. A Csörgetavi Fesztivál a rendszerváltás után az ország első fesztiváljaként, először 1991-ben nyitotta meg kapuit, majd ezután 2000-ig évről évre több ezren vettek részt rajta. Horváth István a sajtótájékoztatón azt mondta, a fesztivál újbóli megrendezése nagy lehetőség és kihívás is egyben a városnak, de amellett, hogy pénzzel is támogatják a rendezvényt, már a szükséges előkészületeket is megkezdték. Infrastruktúrás fejlesztéseket kezdtünk el rajta végezni, még nem értünk a végére, de jól haladunk. Többek között ennek is köszönhető, hogy a korábbi rockfesztivál szervezői ismét egy megfelelő helyszínek találják a Csörgetavat, és ezt a nagymúltú fesztivált újra vissza hozzák. Hát a város, amelyet a környezetet próbálja rendbe tenni, energetikai fejlesztést hajtottunk végre a környéken, illetve a fesztiválnak adunk közvetlen támogatást, és ebben bízom benne, hogy sok ezer, adott esetben sok több tízezer embernek tudunk majd közösen a szervezőkkel kellemes időtöltést itt júniusnak a második harmadában. A világbajnoki bronzérmes német Nina Wörth után a brazil világbajnok Daniela Piedade érkezését jelentette be az élvonalbeli Siófok KC Galerius fürdői női kézilabda csapatának vezetősége. Mindketten a szlovén bajnok kupagyőztes Krim Ljubljana együttesétől igazolnak a balatonpartiakhoz. A siófoki klub vezetősége annyit elárult, hogy még egy játékos leigazolását tervezik. Az időjárás előtt lássuk főbb témáinkat még egyszer egy-egy mondatban. Újra lesz helyi járat, megegyezett a Pannonvolán és Komló. Páva Zsolt a Fidesz polgármester jelöltje, meghatározták az egyéni jelölteket és kész a lista is. A vízminősége kiváló, zöld utat kaptak a strandolók. Élhető várost álmodtak a gyerekek, környezettudatos nevelés Kertvárosban. Szombaton, vasárnap és hétfőn is igazi nyárias napos időre van kilátás, felhő alig lesz az égen. Tovább melegszik a levegő, délutánonként folyamatosan 30 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk majd. Erős lesz az UV-sugárzás, bánjunk óvatosan a napozással. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!